Sziasztok, népek! Mindenkit üdvözlök itt a Sárpegyi csillagvizsgálóban. Jelenleg egyikünk sincs a Sárpegyi csillagvizsgálóban, és valószínűleg a nézők közül sincsen senki. De ebben nem lehetünk biztosak. Kérek egy kis visszajelzést arra, hogy működik a technika a nézőinkkel. Itt vagyunk Ordási Andrissal. Szia, Andris! Szia, Norton! Jó estét, kedves nézők, derült eget, minden szépet és jót. Egyelőre még nem jönnek, de majd biztos írnak, hogyha valaki becsatlakozik. Kislátó nézi. Nézi? Biztos, hogy szólni fog, hogyha valami nincs rendben. Ugye, Laci? Ne, Laci szerintem nem nézi. Ő most szinopszióban van. Nekem kiírta, én bekattantottam az élő videót, és ott kiírta nekem őt, hogy nézi. Yeah, yeah. Lehet, hogy csak egy ilyen automatikus gombnyomás volt részéről. Lehet. Yeah. Ennyire gyorsan talán még az ő befeszély sincsenek. Andis, mesélj, hol vagy te most éppen? Én a holnapi témánknak megfelelő legautentikusabb, egyik legautentikusabb helyen vagyok. Itt a mögöttem lévő háttérkép, ez nem egy vetített zoom háttérkép, hanem hogyha így belemegyek, hogy hozzá tudok tapogatni dolgokhoz, tehát ez így ott van. Aha. Ott van, a Bükki csillagdában vagyok most éppen egy kis kiküldetésen, itt dolgozok bemutató csillagászként ezen a héten meg a múlt héten, ami egyébként egy csillagos égbolt parknak a szívében leledzik. A csillagos égbolt park az pont azt jelenti, hogy itt nagyon odafigyelnek arra, hogy sötét legyen, és csak és kizárólag a természetes fény legyen az, amit élvezhetünk tárcsöveken keresztül, nem pedig a mindenféle csúnyaság, amiről holnap majd jó bőven fogunk beszélni, szerintem. Ugye nálatok van az ország második legnagyobb bemutató tárcsöve. Igen, megosztanak a vélemények, de igen. Ez a 61 cm, ez most mennyire nagy, vagy mennyire nem nagy, és hogy ez a nálunk, ez most per pillanat éppen nálunk, de ugye szombaton a nálunk az már egy közös nálunk lesz. Szóval ugye a Svábhegyi csillagvizsgálónak van még egy hasonlóan 61 cm-es tükrű gyönyörű bemutató tárcsöve, viszont szerintem tök fölösleges összemérni, mert két teljesen más elrendezés, és az egyiknek a kitakarása a nagyobb, a másiknak nagyobb fényszennyezettséggel kell elbánnia, szóval igazából maradjunk annyiba, szerintem az a legpolkorrektebb, hogyha azt mondjuk, hogy a két legnagyobb tárcső közül az egyik mellett vagyok én, te meg virtuálisan a másik mellett vagy. Aki esetleg nem érteni a kis csipkelődést, ugye a Bükki csillagda tavaly március 8-án nyílt, és rendkívül büszkék a 61 cm-es tárcsőjükre. Nálunk meg ugye egy 60-as tárcső van. A trükk az az, hogy kerekítésről van szó igazából, és ugyanakkor az átmérője. Csak hát a miénk az kicsit hosszabb, a tiétek meg ebben az évszázadban készült. Igen. Jó. Holnapi témánk, ez a fényszennyezés lesz, és ugye mondtad, hogy te egy csillagos égbolt parkban vagy, én nem akarom előni a teljes holnapi műsorunkat, de hogy ezt hogy kell érteni, hogy mi az, hogy csillagos égbolt park? Nem az van, hogy bárhova kimegyek, akkor az egy ilyen, ott látom a csillagokat, akkor az jó? Hát alapvetően de, és mindenkit erre buzdítanánk, hogy ahol csak érjük a csillagoseget, menjünk ki és tapasztaljuk meg minél nagyobb számban a szép derült egek alatt, de vannak olyan helyek, ahol kifejezetten figyelnek rá, hogy fölösleges mennyiségű fény ne kerüljön az égbolt fele kivilágításra. A szegedi dómot tudnám nagyon emlegetni, és most egy ilyen csúnya szemráncolással így a szegedi csillagvizsgáló összes munkatársa nevében is nézek rájuk, hogy miért kell az ég fele világítani. Ténylegesen a csillagos égbolt parkokban arra figyelnek nagyon, hogy a közvilágítás az tényleg a közt világítsa, és ne pedig az égboltot, aminek nincs szüksége a világításra, mert minél többet világítunk, annál jobban elnyomja az általunk megfigyelni kívánt égitesteknek a fényét. Ezt jól tudom, hogy három ilyen van az országban? Így van, a Bükki csillagda lett a harmadik,
közvetlenül zselic és hortobágy után. A zselicben is van egy nagyon szép kis bemutató csillagvizsgáló, szintén eldugva az erdő közepére, oda is érdemes ellátogatni, mert tényleg ezeken a helyeken lehet megtapasztalni Magyarországnak a legszebb, hát a legderültebbeket sajnos nem, de a derült idő esetén a legszebb éjszakákat, amikor az ember nyakába omlik egy kis tejút, amikor ténylegesen a hullócsillag rajnak az elméleti határához közelít a megfigyelt hullócsillagok száma, és tényleg minden is sokkal élesebb, szebb, fényesebb, határozottan ezek a legideálisabb megfigyelőhelyek. Itt írják közben egyébként, hogy te vízhangzol, én pedig tompa vagyok és halkabb. Az elsőre megfejtés az, hogy te most egy kiállítóteremben vagy. Igen, ez a kiállítóterem önmagában nagyon-nagyon vízhangzik, és nem sok olyan hely van, ami kellően zajmentes lenne itt a környéken, úgyhogy... Holnap jobb lesz, ezt meg tudjuk ejteni. Én pedig azért vagyok halk és tompa, mert azt nyilván lát a nézők, most nem látják, de hogy itt így kifeszítettem egy hatalmas internetkábelt a nappalin keresztül, és csak úgy ér el a gépem, hogyha a számítógépemet és vele együtt a mikrofonomat így arrébb raktam. Úgyhogy én meg emiatt vagyok. Ilyen eskü holnap a műsorban sokkal jobb lesz a hang, és mi is sokkal felkészültebbek leszünk. Arról mesélj nekem is, hogy neked van egy branded, a Csillagász. Ez hogyan indult, és te most miket csinálsz, mint Csillagász? Csillagász, igen, egy borzalmas angol szójátékot sikerült hirtelennyébe kitalálnom. Maga a brand ötlet az onnan ered, hogy elmentem egy tudománykommunikációs versenyre még 2018-ban, ez volt a szindikátor. Akkoriban még a tudománykommunikáció az egy picikét megbecsültebb dolog volt a maiaknál, és ott én szupernovákról meséltem volna, és úgy éreztem, hogy még lehet, hogy meg kéne fűszerezni egy picit valami extrával a dolgot, és akkor hirtelen ötlettől vezérelve és felbújdulva megalkottam hirtelen egy ilyen YouTube csatornát, amin ilyen mindenféle ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő, tudománykommunikációs tartalmakat szerettem volna, illetve aztán később ténylegesen csináltam is az elmúlt 5 évben. Úristen, de sok ez az 5 év így belegondolva. Szóval így egészen konkrétan ma anyag készült, még nincs kint, és még nem is tudom, hogy mikor lesz kint, de ugye mivel itt vagyok a Bükki Csillagdában, és nem tudom, hogy mikor jutok ide-vissza, viszont ez egy nagyon szép bemutatni való helyszín, már maga a környék is, meg egy eleve a bemutató központ, ezért ilyen kvázi ilyen félig meddig turisztikai ajánló műsorként a Bükki Csillagdát fogom bemutatni. Aztán utána a Bakonybéli Csillagdát, ahova a jövő héten megyek, aztán a Svábhegyi Csillagvizsgálót, ahova még ezen a héten megyek, és aztán utána a Szegedi Csillagvizsgálót, ahova jövő hétfőn megyek. Szóval most ebben a hónapban sikerült 4 különböző csillagvizsgálót behúznom, ahol előadást tarthatok, úgyhogy... Te vagy a kapocs az ország csillagvizsgálói között jelenleg. Van, ahol te nem vagy? Zselicben még nem jártam, pedig nagyon vágyok már oda. Na, hogyha valaki nézi ezt a zselici csillagparttól, akkor én is nagyon vágyok már oda. Szívesen csinálok egy ilyen, kéne ilyen cserecsillagász program, mint van az egyetemistáknak a cserediákság, meg Erasmus. Kéne azt, hogy csillagászokat passzolunk át egymás között. Igen, és a cserecsillagász az még alliterális, úgyhogy ez így passzol. Ennek meg kell valósulnia, jó? Hát ez egy jövőbeli projekt. Mit akartam még itt mondani? Ja, tudom! Egy kis összeszedtő néhány műsort, amit hát ezen a héten, meg a közeljövőben csillagászat iránt érdeklődőknek javaslunk. Ugye rögtön holnap 2 darab csodálatos dolog is történni fog, hogy azt valószínűleg kevesen tudják most a nézőink közül, hogy jelenleg Budapesten tartózkodik a világ vezető csillagászainak egy jelentős hányada, és a Nemzetközi Csillagászati Uniónak itt van konferenciája. Távolságmérés, azt hiszem, ugye? Cefeidák, meg társaik. És emiatt többek között Nobel-díjasok is vannak Budapesten, és holnap a Magyar Tudományos Akadémia meginvitálta Adam Riest, aki a csillagászati távolságmérésnek egy nagy tudora,
ő neutron csillagokért Nobel-díjas? Vagy a Hawking, vagy nem tudom. Supernova. Hát az abban végül is igazából neutron csillag lesz. Jó, nem volt, nagyon messzire nem volt a szupernovákból. Nobel-díjas holnap lesz neki egy műsora. A Magyar Csillagát, Magyar Tudományos Akadémián lehet rá személyesen regisztrálva részt venni, hogyha még nem telt be, és a YouTube-on pedig ott lesz élőben közvetítve. És panaszkodnak, hogy nagyon rossz a hang, úgyhogy átadom neked a lehetőséget, hogy te mondasz. Másik jó, legyen. Ami, hát félig meddig szerencse azoknak, akik eddig nem hallottak róla, hogy tegnap próbálták volna először elindítani ugye Elon Musknak ezt a csodálatos Starshipjét, a hatalmas rakétáján, a minden idők legnagyobb rakétáján, legalábbis reklámértékileg határozottan ez szól a legjobban, és ennek holnapra van újraidőzítve az indítása. Ez valószínűleg a másik nagy durranás, amire érdemes odafigyelni. A pontos időt nem is tudom, ez valahogy a délutáni órákban lesz, ugye? Jól emlékszem? A bólogatásból a helyeslést sejtek. Most egyáltalán nem hallak. Most hallasz? De most hallunk. És szerintem jobb is lett. Na, szuper, oké. Szóval holnap után, magyar idő szerint 3:30 és 6:30 között indul a Starship, hogyha minden rendben van. Azt hiszem. Nagyon remélem, mert ezt mondtam ma egy TV adásban. A SpaceX-nek a YouTube csatornáján, hogyha az ember feliratkozik, vagy a, és akkor inkább a magyar nyelvű kommentárokat ajánljuk elsősorban, a Space Junkie oldalára, hogyha feliratkozik az ember YouTube csatornára, akkor ott a csengettyű azonnal csilingelni fog, amint jön az élő közvetítés, és hát a srácok itt Magyarországon már nagyon vártak rá, hogy ez megtörténjen. Ugye nekik egy ilyen nem is tudom hány tucatnyi adást megélt ilyen hírműsoruk volt, heti hírműsoruk volt. Csak erről, igen. Hogyan fejlődik ez a rakéta, és hogy lesz ebből bármi is. És hát nem véletlen, hiszen ezzel akarja Elon Musk meghódítani a Marsot, illetve ugye ez tulajdonképpen az az űrhajó, ez a Starship, amivel, jól tudom, ez már benne van szerződésben, hogy ez fogja majd föllevinni a holdi űrállomásról, és így van, ez az embereket a holdi felszínre. Úgyhogy ennek jó lenne, hogyha működne, mert sok-sok mindent várunk tőle a jövőben. Az első orbitális repülés az most a napokban várható. Holnap, vagy holnap után? Vagy. Holnap után csütörtökön lesz. Börtök már? Igen, igen. Hát 4.-20-a, nem hagyná ki Elon Musk, hogy ne 4:20-kor induljon a majd a mémeket bele lehet tolni. Egyébként konkrétan az történt, hogy tegnap, amikor lett volna az eredeti indítás, akkor fent a csillagvizsgálóban az intézet egyik konferencia termében én kivetítettem először a Space Junkie-t, és utána mellé a SpaceX-nek az élőadását, és így összegyűlt a kutatókból egy először 3, aztán 5 fős társaság, és akkor együtt izgultunk. Mi is többen izgultunk így online összeülve. Én már csak azt hiányoltam, hogy a 40 másodperccel az indulás előtt fújták le. Ha 2 másodperccel hamarabb, akkor annak még ilyen extra jelentősége is lehetett volna. Igen. Hát ez már csak ilyen. Úgyhogy lesz holnap Nobel-díjas előadás, leszünk holnap mi, azt kifelejtettük, de egyébként holnap este mi mesélni fogunk fényszennyezésről. Holnap után indul a Starship, szintén holnap után a Parallaxis podcast csatornái megjelenik a Szokolébresztő műsor, ahol a Juice misszióról lesz szó. Frey Sanyival beszélgetett Vince Miki a Tilos Rádióban, és azt fogják most az internet számára is elérhetővé tenni, és hát utána egy nagy ugrás, a csillagászat napja. Az jövő hét szombat? Jövő hét szombat, április 29-e. Ugye a csillagászat napjának van egy ilyen hagyományos dátum, mozgó dátuma, hogy április közepe és május közepe között az első negyedhez legközelebbi szombat. Szokott lenni, aztán persze mindenki úgy variálja, ahogy szeretné, meg ahogy a csillagvizsgálója számára ideális,
de hogy alapvetően ez volt a koncepció. Ugye már elkezd egy kicsit meleg lenni, és olyan kellemes esti hangulatokat lehet szerezni, de még elég korán sötétedik. Van ugye hold az égen, ez egy ilyen mini, hogy van egy első negyed, és akkor Terminátor vonal, szépen súroló belső fénysugarak, és szép nagy kontúros kráterek, meg hát ugye tavasszal ugye lehet bolygó, de nem bolygó, galaxis dömpingelni, tehát hogy az, igen, az ilyenkor mindig nagy számban van. Aztán, hogy most vannak bolygóink is, ugye a Vénusz az szerintem még a jövő héten nagyon lesz, sőt, valószínűleg egyre szebb fázist fog mutatni, meg ugye van Mars bolygónk is, az mondjuk most már eléggé messze, meg picike, de ott van, és vöröslik, és mondjuk egy 60 cm-es távcsőben azért még mindig egészen impozáns kis vörös korongot tud mutatni. Abszolút, egyetértek teljesen. Ja, és hát a legfontosabbat kihagytuk, hogy szombaton, tehát aki nem csak virtuálisan szeretne holnap találkozni velünk, a szombaton feljöhet a Sváb-hegyi csillagvizsgálóba, ahol kinyitjuk a kapukat a csillagkapu rendezvényen, és ott a helyszínen bárki vehet jegyet, és délután 5-től egészen este 11-ig vannak programok, be lehet jönni családdal, délelőtt, vagy mi a este első felében mondjuk gyerekekkel, este második felében felnőttekkel, nem mintha olyan dolog történne, csak elalszanak a kisebbek tapasztalat szerint este. Mi nem fogunk elaludni. Nem emlékszem az eligazításról, hogy volt-e szó arról, hogy mind a 7 égzárat, vagy 8-at, vagy éppenséggel 9-et kódolni fogjuk-e, ha már csillagkapuról van szó. Hogy ennyire nem akartunk áthallásosak lenni, meg félünk a jogdíjtól, vagy... Szerintem itt inkább már jogdíj, tehát én utána néztem, a csillagkapu név, az elvileg nem, és nagyon remélem, hogy nem fog ez után az adás után felhívni minket a cégjogász, hogy mi lenne, ha erről nem beszélnénk, de lehet, hogy az ilyen cselekmények, meg szereplők azok már azok. Úgyhogy én inkább nem is mondok többet. Értettem, kapitány. Én nem is. Pontosabban ezredes, de... Igen, kapitány az már Star Trek. És most fog záródni majd a Picardnak az utolsó évada, ha már Star Trek. Na, ezt megbeszéljük majd, miután lezártuk a streamet, mert ezt szerintem már nem érdekli az embereket. Nagyon köszönjük, hogy egészen sokan becsatlakoztak. Gyorsan én is ránéztem itt oldalt. Igen. Úgyhogy holnap találkozunk Adam Riesnek az előadása után itt a Facebook oldalunkon, 8 órakor kezdünk. A téma a fényszennyezés. Miről van szó, és hogyan tehetünk ellene? Dióhéjban erről fogunk beszélgetni. Nyugodtan feltetitek majd ott a kérdéseiteket közben a komment szekcióban. Ennyi. Sziasztok! Szép derülteget nektek is. Derültet. Itt nagyon jó az ég nálatok. Borzalmas. Szélvihar, viharfelhők, és mindjárt jön az esti csoport. Úgyhogy... Akkor küldünk egy kis jó derülteget. Köszi szépen. Sziasztok! Sziasztok! Hogyan kell ezt lezárni?